Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jön egy kis értékelő Mad Max. Ugye kérdezhetnétek, hogy miért pont ő, hiszen egy csomó játék jelent meg az elmúlt időben, és akkor miért őt választottam ki arra, hogy csináljunk egy kis értékelést. Hát egyrészt azért, mert gyerekkorom óta szeretem, imádom a filmsorozatot, és nagyon szeretem az ilyen posztapokaliptikus környezetbe helyezett filmeket, vagy az e körülé helyezett könyveket, stb. Úgyhogy a Mad Max számomra egy ilyen nagyon ideális film, hogy úgy mondjam, vagy egy olyan környezetben játszódik, amit én nagyon-nagyon szeretek, és az első részektől számítva egészen mostanáig az új filmig nagyon-nagyon tetszett mindegyik. Azt kell mondjam, talán az egyik legnagyobb kedvencem az a Mad Max-nek a második része volt, az hozott teljesen egy hangulatot, és azt kell, hogy mondjam, hogy a film, az új film, amiben már Tom Hardy játszik, ugye az is egy hasonló környezetet próbált megeleveníteni, és azt hiszem maximálisan elérte, és srácok, hát meg kell vallani, ugye azok a jelenetek, amik abban a filmben voltak, hát lehet, hogy nem volt nagy számú téma, vagy ilyen egyszerű volt az egész, de azokat a jeleneteket, ilyen vizuális effekteket, és utána néztem, hogyan készült nagy részében a film, és azt kell mondjam, hogy a CGI csak helyenként vett részt a filmben, a legtöbbjét a Cirque du Soleil segítségével vették fel a kaszkadőr jeleneteket, és minden nagyon-nagyon kevés CGI-t használtak a mai filmekhez képest, úgyhogy a film engem lenyűgözött, az új, a régiek meg egyenesen ott vannak a szívem mélyén, és amikor ugye megtudtam, hogy megjelenik ez a játék, hát mindenképp egy Adjunk esélyt neki című történet volt, és ugye az ember nézegeti Steamen, ott van, hogy ilyen 30-40-50 euró, fene se tudja, mennyibe kerül, és azt mondja, hogy egy single player játék, én manapság ennyi pénzt kiadni, hát igen. És igazatok is van, azért manapság tényleg single player kampánya ennyit kiadni, biztos jönnek majd DLC-k, stb. Mert még ilyen pletykák is felreppentek, hogy jön egy Furiosa DLC majd, de mégiscsak ugye sok. Ezért is néztem meg a G2-t, és mit tudom, ott az Isten 11 fontba volt ott a játék, a G2 a Shield-el együtt pedig 13 font, szóval az a teljes mértékig megéri árkategória erre a játékra, hogyha van egy ilyen fölös, ilyen 4-5-6 ezer forint, vagy mennyi ez magyar pénzben, nem tudom, akkor simán megéri, szóval ez az a játék, amiért, azaz kivételes single player játék eddig játékom alapján, amit játszottam el ez a pár órában, amiért érdemes pénzt kiadni manapság. Ugye olvastam pont Steam fórumok egy kommentet, hogy a Warner Bros-nak köze van a Batmanhez is, és ez a játékhoz is, csak más stúdiók csinálják, ugye? És valaki írt egy ilyen kommentet, hogy volt egyszer egy Max, nem volt neki semmilyen, se vízes, se pénzes, se élelme, se kocsia, és mégis futott a játék a 90 FPS és fölötte. Igen, tényleg 90 FPS-el fut nekem egy GTX 770-nel, és utána megírta, hogy volt egyszer egy milliárdos Bruce Wayne-nek hívták, és a játék alig futott 30 FPS-re, tehát sírva rögtem, és a játék elsőre is nagyon jól optimalizált, gyönyörűen fut, és hogyha figyeltétek, aki játszott a játékkal, figyeltétek, hogy a készítőket rengeteg magyar van közötte, úgyhogy nagy taps a magyaroknak, hogy részt vettek egy ilyen játékban. Azért is mondom ezt, egyrészt vizuálisan gyönyörű, orgia, és ahogy kinéz az egész táj, volt, aki palaszkodott arra, hogy sivatag, de persze, Mad Max egy ilyen világban játszik, de az a táj, ahogy kinéz, ahogy meg van csinálva, hogy elhelyezték az egész tájban a roncsokat, és hogy ott van ilyen hajóroncsa, meg ilyen, nem tudom, bálnacsontok, meg mindent, tehát egy ilyen hatalmas, tényleg ilyen pusztaságon játszik, hogy valamikor egy óceán lehetett, és akköré épült ilyen roncsok vannak, és roncsokból felépült ilyen kis kempinghelyek, vagy bázisok, amiket le kell rombolni, meg kell támadni, egyszerűen a játék maga így beszippant abba a világba, és így ott tart, és sokszor van benne netán gyorsutazási lehetőség is, de sokszor így nem akarsz gyorsutazni, mert egyszerűen olyan fantasztikus látványa van az egésznek, és külön most ki kell emeljem, ahogy így van az autóknak egy külső és ilyen belső nézet, és hogy a belső nézetben kinéz a világ, és a kocsi, és a látvány, az egyszerűen fantasztikus, csak egy kicsit macera úgy harcolni.
Gameplay tekintve, hogyha érzékeny vagy arra, hogy mindig el kell menni, le kell győzni egy bázis helyet, és így tovább, és így tovább, akkor unalmasnak fogod találni valószínűleg. Viszont itt jön a fordulója az egésznek, hogy olyan annyi tartalom van a játékon belül, és olyan fajta tartalmak vannak a játékon belül, hogy így idős francba, ezt is meg kéne csinálni, meg azt is meg kéne csinálni, és elvész ez a folyamatossága a játéknak, elvész ez a monotonitás a játéknak, hogy mindig ugyanazt kell csinálni. De vannak benne unalmas részek, persze, mert gyűjtögetned kell különböző cuccokat, természetesen, de amint ahogy szabadítasz fel területeket a társaidnak, a szövetségeidnek, a szövetségeseidnek, annál könnyebbé adódik a játék, annál jobb kocsit kapsz, annál egyszerűbb lesz a játékmenet, annál jobban fejlődsz, és annál jobban kerekedik ki a teljes történet. Ugye a történet elég egyszerűnek hat eddig legalábbis. Menj el, győzd le a nagy warlordot, és szerezzé uralmat, és akkor te leszel a nagy hős, és ahogy haladsz a játék, egyre jobb lesz, egyre nehezebbé válnak a küzdelmek, amúgy fantasztikusak a kocsi küzdelmek, a robbanási effektusok, a tűz, ez egyszerűen fantasztikusan néz ki. Hogy megoldották azt, hogy hogyan törj be egy bázisra. Tehát van a kocsit, fel lesz szerelve mindennel, és minden ahhoz, hogy nagyon jó ilyen a harci jeleneteket csinálja az úton, és a közelharc is, ugye átvéve a Batman fajta harci technikákat, ugye, nem tudom milyen grafikus motor, mégis az Unreal Engine hajtja a Batman-t, úgyhogy gondolom ezt is, és ugyanazt a harci technikát átvéve is, és nagyon jóra meg van csinálva, nagyon látványosan meg van csinálva, és van egy ilyen, hogyha elég sorozatnyi kombót ütsz, akkor Max így bemegy egy ilyen Fury módba, és addig maradott, amíg kb. Ellenfogy ugye ez a staminája, de olyan jeleneteket produkál így harc közben, hogy egy tényleg is szemnek való orgia az egész játék, és gyönyörű, nagyon jól optimalizált, fullon viszi, legalábbis az én videokártyám teljes értékben fullon viszi, de van egy olyan érzésem, hogy alacsonyabb grafikai szinten is ez a játék még mindig gyönyörű marad, és a kocsik nagyon jól néznek ki, nagyon fantáziadúsan vannak megcsinálva, és hogyha ugye megnézted az új filmet, és valahogy át akarod élni megint csak ezt az élményt, amit az a Mad Max nyújtott, azt a látványvilágot, azt az intenzitást, amit a film nyújtott, és ugye megnézni kétszer ezt a filmet rögtön, más után nem az az igazi élmény, és íme itt a játék, és ez be tud így szippantani Mad Max-nek a mindennapjában, amikor nem éppen egy fél hadsereg üldözi, de van egy olyan érzésem, hogy erre is sor fog kerülni majd ebbe a játékba. Le a kalappal, azt kell, hogy mondjam, az eddigi dolgok előtt. Az egyetlen dolog ugye az, hogy szállj ki, és gyűjtsd össze, szállj ki, gyűjtsd össze, és hogyha akarsz valamit a játék elején, meg kell tenned, és ki kell gyűjteni, hanem nagyon-nagyon lassú lesz a folyamat. De amint mondtam, ahogy szabadítasz fel területeket, és könnyíted meg a szövetségesének az életét a területen, akkor nagyon könnyűvé válik az egész. Azt kell mondjam, hogy a játék tartalmilag, mint mondtam, ugye single player csak, de játék tartalmilag nagyon sok minden van benne, amit kezdhetsz az autóval, nem is egy autóval, és ahhoz összegyűjteni gyakorlatilag az autódból egy tankot csinálni, rengeteg munka vár. Ez nem egy 2-3 órás játék lesz, azt kell mondjam, tehát ha a Witcher-é az ember kiadta azt a 30-40-50 eurót, ezért is megéri kiadni ebből a szempontból, mert nem 3-4 óra játékot fogsz kapni cserébe. És mint mondtam, maga ez a Wasteland, ami itt van ebben a játékban, ez a pusztaság, ez beszippant, és jól érzed magad, miközben játszol. Én azt vettem észre, hogy így elkezdtem egy adott időpontban, hogy megnéztem az órát, és Jézus Mária, már el is telt ennyi idő, és így tényleg elvesz, el tudsz veszni a játékban, mert mindenhol van valami, amit tenni kell, és akkor azt még csináljuk meg, nézzük meg, milyen lesz, ezt még csináljuk meg, és nézzük meg, milyen lesz, és ez a durva, hogy azért akarod mindig megcsinálni a következő feladatot, mert amit kapsz cserébe, nem egy ilyen kis fajta jutalom, vagy vizuálisan alig látszik jutalom, hanem úgy tényleg ott van, és így látszik. Úgyhogy jó a jutalmazási rendszere, jó a visszajelzési rendszere a feladatokra, kiváló környezet, kiváló harci jelenetek. Igazából nem is nagyon kell több manapság egy játékhoz, korrektül
össze van rakva, azt kell mondjam, nagyon is korrektül össze van rakva. Szóval, hogyha nem is adott kért a teljes árat, akkor szerintem egy G2-on keresztül megvásárolni korrektül megéri az árát. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Ha ha ha!